Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Gondosóra az idősek biztonságát szolgálja az Európában egyedülálló gondosóra program. Gáspárdi Tibor kiállítása, nívós tárlat nyílt a festőteremben. Löwer Kupa, rekordszámú résztvevő érkezett az új Löwer uszodában megrendezett nemzetközi megmérettetésre. A nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülése mellett Magyarország kormánya rendkívül fontosnak tartja az idősek biztonságát, ezért indította el Európában egyedülálló módon a gondosóra programot, amely minden 65 év feletti magyar polgárnak lehetővé teszi, hogy a lehető leghamarabb segítséghez juthasson, ha bajba került. Erről beszélt soproni látogatása alkalmával a Sopron Televízió stúdiójában Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszteri biztos. Eddig több mint 600 ezer 65 év feletti honfitársunk regisztrált erre a gondosóra programra, és eddig már nagyságrendileg 10 ezer esetben mentett életet ez a szerkezet, és több mint 200 ezer úgymond hétköznapi ügyben tudott segítséget nyújtani a felhasználók, úgyhogy én arra kérek minden soproni és környékbeli polgárt, aki nézi ezt az adást, és aki még önmaga, hogy 65 év feletti nem regisztrált, vagy akinek van 65 év feletti rokona, barátja, hozzátartozója, az éljen a regisztrációnak a lehetőségével, mert tényleg egy jó szolgáltatásról és egy jó dologról van szó. Gáspárdi Tibor festőművész műveiből nyílt kiállítás a festőteremben. A 42 alkotásból álló tárlat tematikája egyfajta összefoglalás és egy új alkotói korszak kezdete is egyben. A szombati kiállítás megnyitón közreműködött Árvai Nénezvold Anett hegedűművész és Abana Zsuzsanna hárfaművész. A kiállító Gáspárdi Tibor festőművész 1960-ban született Sopronban, képzőművész családban. Rajztanári diplomát 1984-ben szerzett a pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetem tanárképzőkarán. 1984-től tanít vizuális kultúrát, rajzolást, festést különböző oktatási intézményekben. 1986-tól kiállító művész. Az alkotó tárlatán a városvezetés nevében dr. Simon István alpolgármester mondott köszöntőt, melyben Sopron történelmi, kulturális hagyományait hangsúlyozta. Nemzeti létünk letéteményesei a városok. Itt alakultak ki a gazdasági, tudományos, kulturális, művészeti erőközpontok. Ezekhez csatlakoztak aztán a kisebb települések. Sopron 1000 éven keresztül egy ilyen erőközpont. A soproni polgárok 1000 éven keresztül élen jártak a gazdasági innovációban, a tudományban, a kultúrában, a művészetekben. Nem is csoda éppen ezért, hogy most ilyen magas, presztízsű, szép művészeti kiállításon lehetünk jelen. Jöjjenek el minél többen, megéri. A tárlat tematikája egyfajta összefoglalás és egyben egy új út kezdete is. A kiállított festmények mindegyike klasszikus akvarell technikával készült, mondta el Gáspárdi Tibor festőművész. Mondhatnánk, hogy egy évtizednek az összefoglalását láthatjuk itt, illetve egy-egy régebbi, kicsit ilyen mérföldkő festmény is van, kb. 3 vagy 4, de azt hiszem, hogy kb. 10 évnek a termése, és hát ahogy közeledünk a mai dátumhoz, egyre több az utóbbi, az újabb időkből. A megnyitón a város részéről részt vett Tóth Éva kulturális tanácsnok. Rakovszky Zsuzsa, Kossuth díjas író, költő, műfordító is megosztotta gondolatait. A kiállítás ingyenesen megtekinthető április 24-éig a hétfői napok kivételével 10 és 18 óra között a festőteremben. Elhunyt Fodor Gábor fuvola művész, nyugalmazott főiskolai docens. A 2010-ben Sopron kultúrájáért díjban részesült művész számos zenész mestereként, a kulturális élet állandó szereplőjeként él emlékezetünkben. Az Isteni Irgalmasság vasárnapjáról és Szemelliker Antal vértanú halálának 105. évfordulójáról emlékeztek meg vasárnap. Az egykori fülesi plébános tiszteletére szentmisét tartottak a Szent Mihály templomban, melyet dr. Reisner Ferenc püspöki helynök celebrált.
Folklór muzsikával kezdődött az ünnepi szentmise a soproni Szent Mihály templomban, ahol a magyar és horvát hívek is azért gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék az isteni irgalmasság vasárnapján. Irgalmasság vasárnapja is van, és ez nagyon szépen összekapcsolódik a mai ünneppel. Második János Pál pápa hirdette meg ezt az ünnepet, hogy a világban jelenlévő bűnök, megpróbáltatások, nehézségek, a háborúnak a különböző veszedelmei, amik napjainkban is érzékelhetőek, szükségünk van arra, hogy Isten irgalmas szeretetét megtapasztaljuk, embertársainkkal szemben is irgalmasak legyünk, és egy békésebb, szebb jövőt építsünk. Szemeliker Antal az egykori fülesi plébános tiszteletére tartott misét dr. Reisner Ferenc püspöki helynök celebrálta. Jézus példája mutatja, hogy a vértanúk éltetik az egyházat, és megújítják az egyházi közösségeket, és reméljük Antal atyának a közbenjárását is, hogy segít bennünket, hogy átgondoljuk, hogy életünkben nem mindig természetes az, hogy mindenünk megvan, mindennapi életünk garantált, és vannak megpróbáltatások, ahol viszont az álhatatosságra, a helytállásra van szükség, még akkor is, hogyha ártatlanul érnek bennünket megaláztatások vagy megpróbáltatások. Ezt próbáltuk a mai szentmisében ünnepelni. A megemlékezésen részt vett Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, aki fontosnak tartja, hogy méltóképp emlékezzünk meg vértanúinkról. Reisner Ferenc atya egy csodálatos szentmisét mutatott be Sopronban, ahol mind a magyar, mind a horvát hívek részt vettek, és megemlékeztünk a Tanácsköztársaság első igazi vértanújára, Szemeliker Antal papra, akinek élete, hite és az egész küldetése azt gondolom, hogy példaértékű lehet mindannyiunk számára, és szörnyű az az értelmetlen halál, ahogy neki távoznia kellett. Mi most azt tudjuk tenni, hogy emlékezünk rá, és azon dolgozunk mindannyian, hogy ilyen többet ne történhessen meg. A misén jelen volt dr. Balogh Márta szerzetesnő, aki Szemeliker Antal boldoggá avatásának posztulátora, ugyanis az egyházmegye kezdeményezte a vértanú boldoggá avatását. Ez egy hosszabb folyamat, és olyanok érdemelhetik ki, akik hősiesen gyakorolták az erényeket és vérüket adták az egyházért. A szerzetesnő szívén viselve Antal atya gazdag életét, igyekszik méltóképp emelni a vértanú halálának értelmét, annak érdemeit elismerve. A Tanácsköztársaság ideje alatt eléggé komoly egyházüldözés folyt, 18 katolikus papot végeztek ki, kifejezetten a hitükért, kifejezetten egyházüldözéses szempontból. Ilyen sok papot ennyire rövid időn belül azért a magyar történelemben nem sikerült más korszakban. És ahogy mondtam is már a szentmisén végén is, hogy ő volt a legfiatalabb, 36 éves volt, és általában azokat a katolikus papokat szemelték ki a vörös katonák, akik nagyon hitelesek voltak a lakosság körében, mert hogy ezáltal meg tudták mindenkit félemlíteni. Úgyhogy biztosan ez történt itt is, hogy a fülesi lakosságot meg akarták félemlíteni, meg akarták törni, és mivel hogy a katolikus pap még az elején, az első nap, amikor még nem érkeztek meg igazából a vörös katonák, akkor ő volt az, aki a Tanácsköztársaság első küldöttjét megvédte a lakossággal szemben. A szentmise után Szemeliker Antal halálának helyszínén lévő emléktáblánál rövid imádsággal és főhajtással emlékeztek meg a plébános érdemeiről. Két muflonbárány született az erdőházában. A kis jövevények remekül érzik magukat a Mukki Vadaspark többi állata között. A harmadik bárányt a napokban várják. Tapottat sem mozdul az anyja mellől az erdőházában született kis muflon. Az egyik bárány a nőnapon látta meg a napvilágot, a másik alig több, mint egy hete. A szakember elmondta, hogy a napokban még egy muflon bébi születésére számítanak. A muflonok párválasztási, illetve szaporodási időszakát berregésnek hívja a szaknyelv, ekkor találkoznak a juhcsapatok, illetve a koscsapatok a természetben, és erre következően 150-160 napra születnek meg a kisbárányok. A kisbárányok az első napjukat még az anyjuk védelme alatt töltik, ekkor még nem nagyon mozognak, viszont 3-4 napra, sőt egy hétre rá már eléggé mozgékonyak lesznek, főleg, hogyha társaik vannak, akkor már a játékokat is megfigyelhetjük egy-két héten belül.
A muflont a földközi-tengeri Korzika és Szardínia szigetéről telepítették be Közép-Európába, így Magyarországra is a 19. században. A hímeket kosnak, a nőstényeket fiatalkorukban jerkének, majd ellés után hiúnak nevezik. Kicsinye a bárány. Az erdőháza 2021-es nyitásakor az első bentlakóink a muflonok voltak, akkor is és azóta is nagyon jól állják a kamerát. Sok látogató elidőzik akár egy fél órát is itt a muflonok kerítésénél, hiszen Géza a csapatnak a vezére is nagyon jó fotó alany tud lenni. A természetben itt a környéken, fertőrákosi dombsor környékén figyelhetőek meg a muflonok. Magában a Soproni parkerdőben ilyen nincs természetes állománya, viszont Ausztriából a fertőmelléki dombokon néha-néha átlátogat egy muflonnyáj. A kis muflonokat bárki megtekinteti az erdőházában. Erre kiváló alkalom lehet a szombati nap, amikor a Vadaspark egy újabb családi programmal várja az érdeklődőket. 7 országból 650 résztvevő érkezett a 4. alkalommal megrendezett Löwer kupára. A nemzetközi megmérettetést, melyet a Szécsi Tamás Sportiskola úszószakosztálya szervezett, április 6-án és 7-én tartották a Löwer uszodában. A megnyitón dr. Farkas Ciprián polgármester kiemelte, hogy a 2021-ben átadott új Löwer uszoda már számos hazai és nemzetközi versenynek adott otthont. A 400 méteres férfi gyorsúszással vette kezdetét az idei Löwer kupa, melyet április első hétvégén tartottak a Löwer uszodában. Dr. Farkas Ciprián polgármester a megnyitó ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy Sopron nemzeti sportváros, az új Löwer uszodának köszönhetően pedig Sopron felkerült a vizes sportok térképére. 2021-ben adtuk át a közönségnek a soproni Löwer uszodát, ezt a csodálatos létesítményt, amelyet kormányzati támogatásból építettünk mi soproniak együtt közösen. Azóta már a világ vizes sportjának legkiválóbb képviselői randevúztak itt egymással, meg a hazai vizes sportok képviselői is, vízilabdázók és kiváló úszók, olimpikonok jártak nálunk. Ez mind nagyon nagy öröm volt, amikor ők itt voltak, meg még majd jönnek is. Azonban a legcsodálatosabb érzés mindig az, amikor gyerekekkel telik meg az uszoda, hiszen elsősorban a célunk mégiscsak az, hogy a soproni gyerekek azok szeressék a sportot, és hogyha ezt medencében teszik, az nagyon jó, hogy egészségesen nőjenek fel, és az életmódjuk részévé váljon a mindennapi sport. Ezt a célt kell, hogy szolgálja ez a létesítmény, és úgy hiszem, ennek kiválóan megfelel. A mostani Löwer kupáról szólva pedig azt tudjuk elmondani, hogy 7 országból 650 résztvevő jött el. Ez egy új nézőcsúcs, ami szintén csak annak a bizonyítéka, hogy érdemes volt megépíteni ezt az uszodát, érdemes volt küzdeni érte, érdemes volt áldozatot hozni érte, mert a soproniak céljait szolgálja, és részesévé vált a magyar sportéletnek is. Köszönjük szépen a magyar kormánynak, hogy segített ennek a felépítésében. Az eseményt idén is a Szécsi Tamás Sportiskola úszószakosztálya szervezte. A verseny legkisebb résztvevői 8, míg a legidősebbek 16-17 évesek voltak. A versenyzők szinte valamennyi versenyszámban összemérték tudásukat. Az idei Löwer kupára a rekordszámú résztvevő érkezett. 7 országból jöttek, Szlovákiából, Csehországból, Ausztriából, Németországból, Horvátországból. Szóval az összes környékbeli szomszédunk megtisztel bennünket, több mint 650 versenyzővel. Azt büszkén mondhatom, hogy versenyről versenyre résztvevői csúcsot döntünk, ami köszönhető ennek a csodálatos létesítménynek, és nem utolsó sorban rengeteg kollégámnak, akik a nemzetközi és a magyar versenyhelyszíneket járó mindenhonnan hoznak valami tanulságot, amit mi mind beépítünk a saját rendezvényünkbe. A versenyszámok első 3 helyezettjét éremmel és kupával díjazták. Az új Löwer uszodát 2021-ben adták át, a fejlesztés kormányzati támogatásból valósult meg. A létesítményben egy 25 méteres és az úszó, valamint vízilabda versenyeknek helyet adó 50 méteres nagymedence épült. Ugyancsak a medencecsarnok része, 2 darab tanmedence és egy melegvizes medence is. Az úszodában már számos hazai és nemzetközi tornát rendeztek. Az épület lelátói 1470 fő befogadására alkalmasak. A Löwer uszodának 2023-ban közel 295 ezer látogatója volt, amely rekordnak számít a létesítmény fennállása óta. Marad a napos meleg idő, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Szent Martin szaxofon művész lesz, majd a Hajrá Sopron című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden is marad a napos, fátyolfelhős, nyarat idéző időjárás. A délies szelet többfelé élénk, a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Délután 23-29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán is sok fátyolfelhő szűrheti a napsütést. Délután egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására többfelé megerősödik, a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódik az északnyugati szél. A Dunántúlon 14-20 fokra van kilátás. Csütörtökre és péntekre változóan felhős napok, de alapvetően száraz időkör vonalazódik. Az északi szél mindkét napon többfelé megélénkülhet. Hajnalban 7-13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 20 és 26 fok között alakulhat.